a Pécs TV hír összefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja Önöket. Jó estét kívánok, december 27-e csütörtök van. Ma esti műsorunkban is beszámolunk a város legfontosabb híreiről, eseményeiről. Tekintsenek meg egy előzetest a tartalomból. Fehér karácsonyunk volt. A kitartó havazás sok örömet hozott a gyerekeknek, de a közlekedőknek nehézséget is jelentett. Ahogy az lenni szokott, nem minden ajándék tökéletes. Cserére azonban csak számla ellenében van esélyünk. Nincs szilveszter tűzijáték nélkül. A kellékeket holnaptól már megvásárolhatjuk, de petárdázni továbbra is tilos. Békésen teltek Pécsett a karácsonyi ünnepek, az ügyeleteseknek nem volt különösen sok dolguk. Leginkább a kitartó havazás okozott gondot a városban. A közlekedésben ezért voltak fennakadások. Hosszú évek után ismét fehér karácsonynak örülhettünk. A parkerdő területén is kifejezetten örülnek az igazi télnek, hiszen a csapadékra nagy szüksége van a természetnek. Ha ez egy lassú olvadással társul, akkor mégiscsak a talajba fog beszivárogni. Azon kívül ez az időjárás, a tél, a hideg, ez a betegségek kártevők visszaszorítására téli problémáikat jelenti, kedvezően fog alakulni, és ahogy látjuk, hogy a turisták is szeretik, mert most is járnak ki a parkerdőbe, ide Malomvölgybe. A vastag hótakaró láttán talán csak az autósok bosszankodtak, de a kétnapos erőteljes havazás ellenére nem volt fennakadás a város útjain. Hiszen a PVV ZRT munkatársai folyamatosan járták az utakat 8 ekés és szóró járművel. Közlekedés, az úthálózat használata a problémát ez nagyobbat nem okozott, mint gondoltuk, hiszen a járművek is azért készültek. A PVV ZRT szerződött vállalkozói helytálltak, valójában nincs olyan információm, hogy elakadás vagy olyan komoly problémát okozott volna ez a beköszöntő havas időszak, és úgy láttam, hogy azért elég jól használhatóak voltak még este éjjel is a város útjai, sőt a számozott közlekedési utak is. A buszok szinte kivétel nélkül kisebb-nagyobb késésekkel, de tudtak közlekedni. A 35-ös járat azonban szerdán is csak a Dömörkapuig, a 36-os a Galaxisig tudott felmenni. A 22-es és a 23-as járatok pedig az Istenkúti iskoláig közlekednek. A leesett hó és a karácsonyi sürgésforgás miatt nem volt nagy szükség a tűzoltók és a mentők beavatkozására. Karácsony első napján Pécsett egy letört faákhoz riasztották a tűzoltókat, de árokból egy autót sem kellett kiemelni. A mentőket kisebb koccanásos balesetekhez többször is hívták ugyanaz ünnepek alatt, de csak kisebb sérüléseket kellett ellátniuk. A rendőrségnek ezzel szemben volt dolga az elmúlt néhány napban. A tolvajok, betörők karácsonykor sem pihentek. A megyéből az elmúlt 5 napban összesen 55 bűncselekményt jelentettek be a rendőrfőkapitányság ügyeletére, ebből 37 a megye székhelyen történt. Kollégáim összesen 24 főt fogtak el körözés, illetőleg bűncselekmény elkövetése miatt. Súlyosabb bűncselekmény, életellenes bűncselekmény, rablás nem történt. Az elmúlt 5 napban kisebb bűncselekmények történtek, jellemzően vagyonelleni bűncselekmények, főként az ünnepek előtti hétvégén zseblopások, illetőleg besurranásos lopások, melyek nagyobb bevásárlóközpontokban történtek. Előfordult, hogy próbafülkében hagyott női táskát tulajdonított el ismeretlen tettes, illetőleg pénztárcák kisebb értékek tűntek el. Előfordult néhány füstölőbetörés és egy-két olyan boltbetörés vidéken, amely kimondottan élelmiszeripari termékek eltulajdonítását célozta. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ünnepek alatti bűncselekmények számát tekintve az idei enyhe évnek számít, legalábbis eddig. Teltházban a támasz alapítvány pécsi hajléktalan szállóin. Hajdú Krisztián, a szervezet szakmai vezetője elmondta, a nagy hidegre való tekintettel megnyitották a nappali melegedőt is, ami most szintén teltházzal működik. Itt 40 főt szállásoltak el. A téli időszakban egyébként fokozottabban ellenőrzik az alapítvány szakemberei az utcákat, és a krízisjáratok nagyobb létszámmal működnek. Az alapítvány összesen 300 férőhelyet tud biztosítani a rászorulóknak, de sok hajléktalan talál helyet lépcsőházakban is. Mint megtudtuk, az utóbbi időszakban sok hívás futott be a szervezet által működtetett regionális diszpécser szolgálathoz. A 233-169-es telefonszámon bárki jelezheti, ha egy segítségre szoruló hajléktalanra talált.
Hamarosan Pécsett is működik a modern utastájékoztatási rendszer. Két helyen, a Széchenyi téri és a Kossuth téri megállókban már kihelyezte tesztelésre a PKZRT azokat az intelligens kijelzőket, amelyek az autóbuszok valós idejű érkezéséről is értesítik az utasokat. A berendezés egy GPS műholdas helymeghatározó rendszernek köszönhetően képes arra is, hogy nyomon kövesse, éppen hol tart az adott járat. A szerkezet ezen kívül hangbemondással tudja tájékoztatni az utazókat, ezért a későbbiekben akár útlezárásokról, forgalom elterelésekről, illetve az EKF programhoz kapcsolódó rendezvényekről is szolgáltathat információkat. Az új kijelzőtáblák még a tesztelésre várnak, a tervek szerint januárban folyamatosan működhetnek majd. Meghosszabbított ügyfélfogadási idővel áll az ügyfelek rendelkezésére január 2-ától a PVV ZRT behajtási engedély ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálata a Buzatér 8/B-ben. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől csütörtökig reggel 8 és dél között, illetve délután 00:30-tól 3-ig várják a lakosságot. A meghosszabbított ügyfélfogadási idő január-február hónapban érvényes. A 2007-es évre kiadott éves behajtási engedélyek a PVV ZRT közleménye szerint 2008. január 31-ig érvényesek. Már-már elengedhetetlen kellék a szilveszteri mulatságokon a tűzijáték. Péntektől a városban több helyszínen is megjelennek az árusok, lesz miből válogatni, de azért nem árt odafigyelni a szabályokra. Mert csak pár nap és itt a szilveszter. Az évbúcsúztatónak pedig elengedhetetlen kelléke a tűzijáték, melynek évről évre egyre nagyobb kellettje van. Most már nem csak állami ünnepekre, de esküvőkre, szülinapokra is többen vásárolnak a fényes dúroktatáshoz szükséges kellékekből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalabb korosztály körében a kis rakéták a legkelendőbbek, míg az idősebbek azt szeretik, ha minél nagyobbat durran. Van, aki szeretne maga gyújtogatni, tehát azt élvezi, hogyha egyesével gyújtogatja, és ő csinálja magát a látványosságot. És vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogyha egy gyújtásra az egész tűzijáték leperegne, és hát őnekik a több lövéses telepeket ajánljuk. A többieknek pedig egyesével. Természetesen minél nagyobb, annál drágább. 200 forinttól kezdve költhetünk tűzijátékra, ameddig csak a pénztárcánk bírja. Mert választék van bőven, de veszélye is. Minden egyes darabhoz használati utasítás is tartozik, amit kötelező elolvasni alkalmazás előtt. Fontos, hogy tűzveszélyes helyeken még véletlenül se próbáljuk ki a bombákat, de még a kisebb erejű tűzvirágot sem. Olyan helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, nem tud elbillenni a telep. Nyilvánvalóan benzinkút és egyéb tűzveszélyes helyek mellé nem javasoljuk a termékek használatát. És hát az állatokra és a többi emberre azért oda kellene figyelni, amit sokan elmulasztanak így a szilveszteri pesgésben. A kisebb úgynevezett játékos pirotechnikai termékekhez egyébként egész évben hozzá lehet jutni, mert 14 éves kor fölött. A komolyabb tűzijátékokat szilveszter előtt pár nappal vásárolhatják meg. Petárdákat azonban továbbra is tilos árusítani. A nagyobb hatóanyag tartalmú dolgok azok, amiket például most a Multik parkolójában 28-ától 31-ig megvásárolhatnak az emberek. Itt már 18 év a korhatár, és ezeket a termékeket, ahogy sokszor lehet hallani tévében, tehát december 31-én este 6 órától lehet felhasználni, másnap reggel 6 óráig. Ha valaki házi tűzijátékot szeretne, mindenképpen körültekintően járjon el. Ha betartja az utasításokat, akkor nem lehet baj. A legfontosabb azonban, hogy figyeljünk egymásra, és csak akkor dúrogtassunk, amikor a törvény is engedi. Azaz szilveszter napján este 6-tól január 1-én reggel 6 óráig. És ha minden jól megy, ilyen lesz a végeredmény. A pont ma vendége a Baranya megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense Takács Zoltán. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban. Mik a petárdázás általános szabályai? Jó napot kívánok! Hát az, hogy a petárdázás általános szabályai, ez így nem megfelelő, ugyanis 2005. november 23-án lépett hatályba az a jogszabálymódosítás, melynek értelmében november 23-a óta, tehát 2005 óta petárdát Magyarországon magánszemély nem birtokolhat és nem használhat. A petárdával kapcsolatos szabálysértés tényállása úgy áll össze, hogy ha valaki csak tartja a petárdát, magánál tartja, akkor 50 000 forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható, ha pedig használja, és ez nyilván bizonyítható, akkor 100 000 forintig terjedő bírsága jutalma az ő cselekményének. Tehát petárdát nem lehet használni,
egyéb más pirotechnikai eszközöket lehet. Melyek lennének ezek az eszközök, és mikor lehet ezeket pontosan használni? Igen, elég összetett a jogszabályi rendelkezés. A pirotechnikai eszközökkel és az ipari robbanóanyagokkal foglalkozó jogszabály 5 kategóriát különböztet meg. Ebből a kategóriából az első kettő, az egyes és a kettes kategória az, amit magánszemély használhat. Tehát ebben a két kategóriában találhatók azok a pirotechnikai termékek, amelyek magánszemély részére megvásárolhatóak. A legegyszerűbb pirotechnikai termék az úgynevezett játékos pirotechnikai termék. Ezt az év teljes terjedelmébe, 14. életévét betöltött személyek megvásárolhatják és felhasználhatják. Ebbe a kategóriába található például a csillagszóró vagy a tortára rakható gyertya. Nagyon fontos elmondani, hogy a 14. életévét betöltött személyek mellett azért nem árt, ha egy felnőtt elolvassa a használati utasítást, hiszen ezek a termékek is bár nagyon kicsi töltő értékkel dolgoznak, de azért mindenképp ugye ez egy tűz, tehát 14. életévét betöltött személynél mondjuk egy 14 éves fiúnál érdemes ránézni, hogy mikor és milyen módon használja ezeket a termékeket. A második kategória, ami kimondottan szilveszteri felhasználáshoz kötött, az a kis tűzi játékok kategóriája. A jogszabály szerint ezeket az eszközöket, ezeket a pirotechnikai termékeket december 28-án lehet elkezdeni árusítani, és december 31-ig lehet bezárólag árusítani. Különféle olyan helyeken, ahol engedéllyel rendelkező pirotechnikus dolgozik, vagy ott tartózkodik. És ezeket az eszközöket december 31-én este 18 órától január 1-én reggel 6 óráig lehet felhasználni, a megmaradt eszközöket később vissza lehet váltani. És ezeket az eszközöket csak 18. életévét betöltött személy vásárolhatja meg, tehát gyermekkorú személy nem vásárolhatja meg, és az eladó nem értékesítheti gyermekkorú személynek ezeket az eszközöket. Én úgy tudom, hogy ahhoz is engedély kell, hogy valaki árusítsa egyáltalán ezeket az eszközöket, és a rendőrségtől kell beszerezni az árusításra az engedélyt. Pécsett, illetve környékén kiadtak-e ilyen típusú engedélyt? Igen, a Baranya megyei rendőr főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya idén 16 darab ilyen árusításra szóló engedélyt adott ki, ebből 12 a megyeszékhelyre szól, és 4 pedig különféle baranyai vidéki városokra. Ellenőrzik-e ezeket az elárusító helyeket? Természetesen ellenőrizzük az elárusító helyeket. A törvény nagyon pontosan leszabályozza, hogy ki árusíthat és milyen körülmények között. Jellemzően nagyobb bevásárlóközpontokba vagy bevásárlóközpontok parkolóiba, illetőleg a belvárosba, pécsi belvárosban néhány helyen található olyan konténer, ahol engedélyt kaptak jogszabály által felruházott, tehát a rendőrség engedélyt adott a jogszabályi kereteknek megfelelően a pirotechnikai termék árusítására. Több olyan feltétel van, aminek meg kell felelni az elárusító helynek, több porraloltókészüléknek kell lennie, pontosan zárhatónak kell lennie, éjszaka őrzöttnek kell lennie a konténernek, hogy nehogy valaki eltulajdonítsa ezeket az eszközöket, és még sorolhatnám. Az egyik legfontosabb, amit mindenképp a nézőknek is tudniuk kell, hogy ezekhez a termékekhez minden esetben magyar nyelvű használati utasításnak kell lennie, és hogyha valaki egy vásárba, egy piacon nem megfelelő helyen vásárolja ezeket az eszközöket, és nem talál mellette magyar nyelvű pirotechnikai utasítást, akkor valószínű, hogy ezeket úgy csempészték be az országba. Ez nem csak azért veszélyes, mert esetleg magas lehet a szabálysértési bírság, hanem ha valaki nem tudja, hogy egyes pirotechnikai terméket hogyan kell használni, mik a biztonsági előírások, akkor akár meg is sérülhet. Megvettük ezeket az eszközöket. December 31-én délután 6 órakor elkezdjük használni. A rendőrség mire fog figyelni? Tud-e ilyenkor figyelni a pirotechnikai eszközökre a szilveszter folyamán? Hát 2004-ben rengeteg visszaélés volt, ugye akkor még szabad volt petárdát használni 2004 szilveszterén, és rengetegen megsérültek országosan, nem is tudom megmondani, hogy hány százan. Azóta minimálisra csökkent ezeknek vagy a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos szabálysértések száma is, így a sérülések száma is. Én úgy gondolom, és az a tapasztalat, hogy mióta petárdát nem használunk, vagy nem használnak az emberek, mióta tilos, azóta ezek a pirotechnikai termékek, amelyek inkább a hanghatást és nem illetve inkább a fényhatást és nem a hanghatást helyezik előtérbe, sokkal kisebb a sérülés veszélye. Tehát én úgy érzem, hogy a rendőrség azokra a szabálysértésekre, vagy azokra a bejelentésekre is reagálni fog, hogyha valaki úgy véli, hogy petárdát robbantgatnak a háza előtt az utcán, de ezeknek a szabálysértéseknek a száma ez szinte minimumra csökkent. Rövid az időnk, szilveszterkor másik sarkalatos kérdés. Az ittas vezetés előfordul-e a megyében, hogyan tudják ezt megelőzni, lesz-e fokozott ellenőrzés? A TISPOL, az Európai Közlekedési Hatóság minden hónapra egy-egy trendet tűz ki célul. A december havi trend az ittasság és a kábítószer hatása alatt lévő gépkocsi vezetők ellenőrzése volt. Ennek megfelelően több akcióidőpontban
foglalkoztunk az ittas vezetőkkel, illetőleg próbáltuk őket kiszűrni a forgalomból. Ez a tevékenység folyamatos lesz szilveszterkor és új évkor is. Nem mondom azt, hogy vadászni fogunk az ittas vezetőkre, de nyilván az a célunk, hogy kevesebb baleset történjen ittas vezetés miatt, mint az elmúlt években. Reméljük, hogy akkor kevés munkájuk akad így szilveszter tájékán. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt. A Magyar Távirati Iroda értesülései szerint Sólyom László a rendeletet megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek, most pedig lássuk további rövid híreinket. Még nincs influenza járvány megyénkben, az ANTS figyelőszolgálata szerint. A múlt heti adatokból kiderül, a házi orvosoknál némileg lecsökkent a betegforgalom, de a páciensek közül nőtt azok száma, akik influenza-szerű megbetegedés miatt fordultak orvoshoz. Régiónkból Tolna megyében jelentették a legtöbb esetet, Baranyában és Somogyban nincs jelentős változás a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az orvosok szerint még mindig nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást. Az év végéig lehet szavazni az év kórházára. Október óta lehet voksolni az interneten, de a tavalyi 100 000-rel szemben eddig még alig 39 000-en mondtak véleményt arról, hogy melyik kórházat tartják a legjobbnak, pedig már csak december 31-éig lehet voksolni az egészségügyi intézményekre. A házipatika.com weboldalon meghirdetett szavazást tavaly a Pécsi Tudományegyetem AUK Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Intézete nyerte el. A pécsi kórházak idén is versenyben vannak az első helyért. Túl kicsi, túl nagy, nem tetszik a színe, vagy éppen kettő került belőle a fa alá. A karácsony utáni első munkanapon sokan keresték fel az üzleteket, hogy megpróbálják kicserélni a nem teljesen tökéletes ajándékokat. Ez a hölgy ugyan nem karácsonyi ajándékot cserél vissza. Egy több hónappal ezelőtt vásárolt drága pulóver gyenge minősége miatt kereste fel a vásárlás helyszínét. Ha a szavatosság még nem járt le, minőségi hiba miatt lesz lehetősége a cserére. Volt már hasonló, és akkor nagyon készségesek voltak és kicserélték, tehát színhibás volt. Ezt is augusztusban vette a fiam, még 4 hónapja, és tessék megnézni, hát a hónajnál itt ezek a fehér csikok nem tudom még benne, tehát mindenképpen őt tetszik neki, és nem azért hozom vissza, mert nem akarja hordani, hanem azért, mert 4 hónap alatt nem szabad így kinézni egy 8000 forintos pulóvernek. Karácsonykor nagy a kelletje az elektromos cikkeknek. Következő vásárlónk éppen visszahozta az ajándékba kapott árut. Hát egy egér, meg egy szájzuhany. Ilyen már volt önöknél otthon. Igen. Egyes üzletekben nem csak a minőséghibás terméket cserélik vissza, hanem ha például a mérete nem megfelelő, vagy egyszerűen csak nem tetszik az árucik. Az egyik cipőboltban csütörtökön délelőtt már 6-an 7-en vitték vissza ajándékba kapott lábbelijüket. Leginkább abból volt a probléma, hogy nem lett jó a méret. Tehát ezt általában vagy nagyobb, vagy kisebb méretre cseréljük, vagy pedig le tudják vásárolni valami másra. Ez minden esetben van nálunk egy ilyen, nem csak most karácsony vagy bármilyen ünnep alkalmából, hanem ez egész évben ugyanúgy van. Igazából annyi van, hogy a blokk az természetesen legyen meg, és a lábbeli az ne legyen viselve, csak próba erejéig, és akkor bármikor kicseréljük. Pénzt nem adunk vissza, a terméket átcseréljük egy másik termékre, illetve hogyha ez nem találnak megfelelő vásárolt terméket, akkor korlátlan ideig beváltható vásárlási utalványt tudunk adni. A karácsonyra vásárolt termékeket január 15-ig mindenféle magyarázkodás és kifogás figyelmevétel nélkül kicseréljük. Horváth Lászlóni, a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke elmondta, számlára vagy blokkra minden esetben szükség van. Utólag ugyanis hiába reklamálnak a vevők, a kereskedőt semmi sem kötelezi a cserére, a levásárlás felajánlására. A jogszabály csak azokban az esetekben írja elő a cserét, ha a termék hibás. Az mindegy, hogy ajándékról vagy hétköznapi vásárlásról van szó. Magam is körbejártam itt az áruházba több üzletet, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy nagyon rugalmasan, valóban, ha megvan a vásárlási blokk, bizonyos termékek kivételével a cserét eszközlik. Ettől függetlenül helyes, hogyha vásárlás előtt, tehát ez nem csak a karácsonyra, hanem ajándékozás céljából megvett termékeknél is, jobb, ha az üzlettel tisztázzák, hogyha nem tetszik, vagy van olyan, vagy nem stimmel a méret, akkor van-e lehetőség cserére.
az már egy gesztus a forgalmazó részéről, ha cserét eszközli. Pénz visszaadásra viszont egyetlen egy forgalmazó sem képes, illetve nem is kötelezhető. A jótállásos termékeknél a jogszabály értelmében 3 munkanapon belül minőségi hiba esetén cserére van lehetőség. Most pedig lássunk néhány ajánlatot a következő napok programjaiból. Az év utolsó napjaira is színvonalas szórakozást kínál a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum legnagyobb sikereivel búcsúztatja az új évet. Pénteken este 7-kor a Spartacus 2076 című balett előadást tekinthetik meg Vince Balázs rendezésében. December 29-én szombaton a Hippolita Lakályt kétszer is műsorra tűzi a színház. A darabot délután 3-kor és este 7 órakor játsszák. Vasárnap 17 órakor a Luxemburg Grófja című népszerű operettet adják elő. December 31-én este 7-kor ismét a Hippolita Lakály tekintheti meg a közönség. A Bóbita Báb Színház évek óta megrendezi hagyományos óév búcsúztatóját, a Szárnyas Malac napját. A szombati rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak való szórakozást. Délelőtt 10 órától a Ludas Matyi látható, délután 3-kor pedig Mosó Masa mosodájába látogathatnak el az érdeklődők. Este 7-kor a Határtalanul című darabbal kedveskednek a felnőtteknek. A napot egy könnyű zenei koncert zárja a kamaraterembe. Híradónk végén néhány szó a várható időjárásról. Az előrejelzések szerint térségünkben a hótakaró tartósnak ígérkezik, marad a hideg téli idő. Kisebb hószálingózás, ónos köcitálás előfordulhat. A hőmérséklet pénteken -4 és 0 fok között alakul. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!